Az ország számos településéről érkeztek amatőr és különböző bajnokságok csapataiban szereplő pingpongosok a nagy hagyományokkal rendelkező megmérettetésre. A rekordszámú nevező miatt maratoni hosszúságúra nyúlt a verseny, de senki sem bánta a túlórázást, mert sporttársakkal, barátokkal és ismerősökkel töltötte úgy a szabadidejét, hogy közben kedvenc hobbiának hódolt. A dombovárja közül az amatőrök egyéni mezőnyében induló Kőszegi Szabolcs érte el a legjobb eredményt, aki csak a döntőben szenvedett vereséget riválisától és a második helyen végzett. Ugyanezen kategóriában a Vigaszágon Csuti János a fináléba jutásért vívott összecsapáson kapott ki, így a bronzérmet érdemelte ki. A megyei bajnokságokban szereplők közül egyéniben a budapesti Szántó Gyula diadalmaskodott, párosban pedig a balatonszárszói Tóth László és a siófoki Kompa Dávid bizonyult a legügyesebbnek. A nemzeti pontvadászat különböző osztályaiban szereplő asztali teniszezőknél az előbbi számban Nagy Emil nyakába került az aranyérem, az utóbbiban a bajai Kern Adrián és a Beremendi Majer Tamás állhatott a dobogó legmagasabb fokára.